Szeretettel üdvözöllek titeket, és nagyon jó Isten jelenlétében lenni a mai napon. Nem tudom, emlékeztek -e rá, néhány héttel ezelőtt állhattam itt előttetek, és arról beszéltünk, hogy honfoglalók vagyunk, és harcosokként megyünk az ígéret földjére. Nem tudom, hogy akik itt voltak, emlékeznek-e rá. Gondolkodtatok-e azon, hogy akkor elinduljunk-e az ígéret földjére? Nem tudom, hogy fölmentetek-e valami magaslatra szétnézni, hogy melyik mező lenne jó nektek, vagy melyik tó, vagy melyik hegy ezen az ígéret földjén. Szoktatok-e azon gondolkodni, hogy vajon Istennek mi a terve az életetekkel? Vajon Isten milyen helyet készített nektek? Vajon hol a helyetek az életben mi Isten terve veletek. A mai napon ö, valamilyen szinten továbbvinném ezt a múltkori témát. Az egyik nagyon fontos dolog, ha saját földünk van, hogy vízünk legyen. Ugye nyilván a mai világban ö, a víz kérdéseit ebben a közösségben nagyon sokan foglalkoztok vízzel. Ö, itt Kecskeméten elég jó megoldott a vízhálózat, és nálunk Cegléden is nagyon ritkán van fennakadás, és hogyha egy-két órára nincs víz, akkor összedől minden. Tehát akkor országos hírek, meg lefagy a telefonvonal, és minden. Egyébként épp itt ma az első éneknél, ugye egy pillanatra nem tudtuk, hogy Mit is énekeljünk, és a, akit előállít, gondolom, hogy látta, hogy valami zavar van a térben. Vannak olyan szolgálatok, amikről azt gondoljuk, hogy ó, jelentéktelen vagy, vagy nem olyan fontos. Ugye milyen fontos lett hirtelen az a szolgálat? Oda megyünk a csaphoz, kinyitjuk a vizet, folyik a víz. De ha nem folyik, akkor egyből vesszük, hogy milyen fontos a víz. És a víz valóban fontos, ugye ez közhely, hogy a víz az életnek az egyik legalapvetőbb összetevője, vagy ö, szükséglete. A, a, magának a testünknek is talán nagyon nagy százaléka, nem tudom pontosan. Köszönöm szépen, itt vannak a vízhez sokkal jobban értő szakemberek. Én ma egy olyan vízről szeretnék beszélni, ami soha nem. Tehát nincs kimaradás, nincs. Ö, Műszaki hiba az élővízről, vízről, amelyet Jézus Krisztus ígért. És ha be akarunk menni az ígéret földjére, fontos, hogy legyen vízünk. Nem tudom, hogy ugye azt a történetet mindenki ismeri, hogy meg múlt héten is beszéltünk róla, hogy Mózes odament a kősziklához, és vizet fakasztott. Ez egy nagyon nagy klasszikus, ezt minden gyerek hallotta a Biblia körbe. És Mózes az egy nagyon nagy sztár volt. Nagyon sokat hallunk róla, és nagyon nagy példakép egyébként. Rengeteg csodát tett, kivezette a népet, stb. stb. Volt Józsué, akiről talán kevesebbet beszélünk. Ugye ő például nem fakasztott a kősziklából vizet. És tudjátok miért? Miért nem fakasztott Józsué vizet a kősziklából? Azért, mert volt ez is egy érdekes, tanulságos dolog, hogy Isten a csodáit nem csak úgy adja, hogy hát ha most kéne egy csoda, ma vasárnap van, kéne egy csoda ide a gyülekezetbe, hopp, lesz egy csoda. Ugye a csodát akkor adja Isten, amikor szükség van rá. Ha nincs víz, ad vizet. A Kánán földjén volt víz, de azért Józsué tevékenységese, e hogy mondjam, tehát számomra ő egy példa. Biztos észrevettétek már, hogy Józsuéről beszélek, de egyébként ma nem őről róla fogok beszélni. Józsué csak szerényen elfoglalta az ígéret földjét. Nem volt egy nagy sztár, de bementek az ígéret földjére. Én szeretnék ilyen ember lenni. Erről eszembe jut egyébként, hogy Jézus ö, hogy ment be Jeruzsálembe? Lóháton? Ugye szokták mondani, hogy nincs jó a szamár is. Jézus háton ment be Jeruzsálembe. Ez is egy érdekes dolog, de ma nem erről akarok beszélni, hanem az élő víz forrásokról. Jézus azt mondja, a János Evangélium a 7. rész, 37. versétől 39. versében beszél az élővízről többek között. Az ünnep utolsó nagy napján Jézus a templomba volt, és fennhangó hirdette. Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Ezt a lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. Mit is jelent kereszténynek lenni? Ugye, ha föltesszük, nekem volt egy jó barátom, annak idején beszélgettem vele erről, egy politikus. Ő azt mondta, hogy keresztény. És kérdeztem tőle, hogy. És mit jelent az, hogy keresztény? Gondolkodtatok-e már azon, hogy mit jelent az, hogy keresztény? Ugye, le elsőre a keresztény szóról a kereszt jut eszünkbe. Nekem egyébként erről az is eszembe jut, bocs, hogy így kalandozok, hogy azért Jézus már nincs a kereszten, tehát ezt ne felejtsük el, hanem ő feltámadt, és egy dicsőséges úr fönn a mennyben, az Isten jobbján. De mit jelent kereszténynek lenni? Ez a barátom, mikor ezt megkérdeztem tőle, ő azt mondta, hogy hát a kereszténység az egy, az egy világnézet. És igazából nem tudta, hogy mi az, hogy kereszténynek vallotta magát, de nem tudta, hogy mi az, hogy keresztény. Keresztény szó egyébként nem a kereszt szóból ered, hanem a Krisztus szóból, és azt jelenti, hogy Krisztust követni, Krisztus követése. Miért van jelentősége egyébként Jézus Krisztusnak? Mi a lényeg ennek az egésznek, hogy oké, okay, követem Jézust, vagy, vagy hogy van ez az egész Jézus történet? Jézus előtt az emberek, áldozatot kellett, hogy bemutassanak hetente, naponta, havonta, évente a bűneikért. Jézus Krisztus nem véletlenül halt meg a kereszten, nem azért, mert ő gyenge volt, vagy mert el akarták pusztítani. Ő Isten azért küldte le a földre, hogy a te bűneidért, a mi bűneinkért, az emberiség bűneiért legyen egy olyan áldozat, ami végleges és tökéletes. Ha Jézus nem hozta volna ezt az áldozatot, ugye akkor nekünk még ma is áldozatot kéne hozni. Ettől Isten megkímél minket, vagy megváltott minket. Nem beszélve arról, hogy ha nem hoznánk áldozatot, vagy ha Jézus áldozata nem lenne, a bűn miatt Istenhez nem lehet közel jönni. Ha te bűnös vagy, és a bűnben vagy, nem lehet közösséged Istennel. Lehet, hogy ma itt vagy a gyülekezetbe, nagyon aranyosan ülsz itt, de ha a bűnt meg akarod őrizni a szívedben, hiába vagy itt. Hiába mondd azt, hogy én keresztény vagyok, ha nem követed Jézust. A megváltásnak akkor van ereje, akkor van értelme, ha te Krisztus útjára lépsz, keresztény leszel amiben nyilván a keresztnek is fontos szerepe van, mert ott hozta meg Jézus ezt az áldozatot. Nem lehet egyszerre két úton járni. Nem mondhatod azt, hogy oké, én vasárnap keresztény vagyok, hétköznap meg megyek a magam útján. Nem érdemes. Kereszténynek csak úgy érdemes lenni, hogy tutira, száz százalékba, igazából, sok ember végüli az életét a gyülekezetben, akár még szolgál is, de csak félig meddig csinálja, és csodálkozik, hogy nem működik. Csodálkozik, hogy, hogy megvan írva a Bibliába, és én, én ezt nem tapasztalom. Megvan, ez is írva, ezt se tapasztalom. Szeretnétek-e igazi keresztények lenni? Nem csak félig meddig, hanem teljes odaszállással. Így érdemes. És egyébként érdemes, ezt is elárlom nektek, érdemes kereszténynek lenni. Én személyesen olyan dologról beszélek, amit megélek, amit átélek, tehát nem csak elveket puf, akarok pufogtatni, hanem próbálok mindig, amiről beszélni, legelőtte kipróbálni vagy megcsinálni. És egyébként a mai világban nagyon jellemző, ugye, hogy tanulunk. Át, óvod, már óvodába járunk, három évesen ott is tanulunk. Már iskola előkészítő. Akkor napi, már a szegény alsós gyereknek, én még gyerekkoromban kint játszottam az erdőbe, egész délután ezek meg szegények egész nap az iskolába ülnek. Felsőbe járnak, középiskolába, akkor középiskola előkészítőbe, akkor főiskolára, akkor mire végigjárják az iskolát, és ma már ugye a fiataloknak szerintem a fele lassan felsőfokú végzettséggel, tehát nagy részük tanul, tanul, tanul. Most én például faipari technikumot végeztem először, de nem biztos, hogy meg tudnék csinálni egy egyszerű sámlit. Sőt, biztos, hogy nem. Van ennek értelme? Sokan így tekintenek a gyülekezetre, és mint egy fakultáció, vagy egy, egy ilyen, Folyam. Eljárunk itt a gyülekezetbe, egyre okosabbak leszünk, ugye beszéltünk a káposzta fejekről, egyre nagyobb a fejünk. Van-e ennek értelme? Én úgy látom, hogy az Isten országa az nem ilyen. Az Isten országa, bocsánat, ez most nem a Bibliából levő példázat, de hasonlít az öreg asztalos mesterhez, aki megtanít téged kötéseket csinálni, sámlit csinálni, beverni egy szöget épp, épp a héten én, mint nagy asztalos. Ö, otthon építkezünk, szöget vertem be, itt van egy vízfolyag, tehát ebből is látszik, hogy mennyire rutinos vagyok a dolgokban. És sokan keresztényként is így vagyunk. Nagy a fejünk, nagyon sokat tudunk, tudjuk például az, hogy a fa hogyan szárad ki elméletbe, bár azt se tudom, már nagyon rég volt, de sok mindent tudunk elméletbe. Vajon gyakorlatba mit ültetünk át? Elmondom nektek, hogy a kereszténységnek csak annyi értelme van és csak annyi lényege, amennyit a gyakorlatban megélünk. Hallunk Kínából keresztényeket, akiknek csak néhány oldal van meg a Bibliából. Néhány lap, mert ott üldözték. És mégis keresztények. Mi. Én például 30 éve gyülekezetbe járok, ott nőttem föl már egész pici gyerekként is ott rosszalkodtam a padok között. De mennyit élek meg belőle? Ugye, ö, említettem, hogy én nagyon szeretek sportolni, és néhány hete volt egy kulacsott a mosogatón lekaptam, és eresztettem bele vizet. Kivittem, nagyon szomjas voltam, mert sütött a nap, meghúztam, és poshat tíze volt, beposhatta flakon, vagy amiben, az a kulacs, amiben beletöltöttem. Ugye, sokféle víz ezt találhatunk. Sokféle víz, ezt megihatunk, ugye? Valaki a csapvizet szereti, valaki a, az ásványvizes, flakonos vizet. De azért én úgy gondolom, nem mertem megkérdezni, mert attól félek, hogy a csapvíz az nyerne ma délelőtt, de szerintem azért a forrásvíz, én a forrásvízre szavazok, <laughs> úgyhogy így. De én nem kérdezem meg. Na. Ugye mindannyian tudjuk azért, hogy a forrásvíz a legjobb a friss víz, ami egy forrásból tör elő. Sokan keresztényként a régi dolgokról beszélünk, a régi dolgokra emlékezünk, hogy éngem régen, még úgy húsz évvel ezelőtt megszólított az Úr. Kaptam egy kis vizet. Ugye, képzeljük el, hogy belerakok egy flakonba egy kis vizet, és lerakom a mosogatóra, és húsz évig ott van az a víz. Gyere Ervin, vagy gyere barátom, így áll egy kort vizet mi nálunk, ugye a húsz éves vizet kiöntöm a pohárba, ugye az nem lenne a barátságnak a jele igazából, a posatvizzel valakit megkínálnánk. És sokan keresztényként ilyenek vagyunk, hogy oda megyünk a barátunkhoz, figyelj, én beszélni szeretnék Jézusról neked, Tudod, engem húsz évvel ezelőtt megszólított Jézus, és az nagyon jó volt, és én azóta ott ülök a gyülekezetbe. Nem lehet az, hogy ez poshat víz? Csak kérdezem. Isten ma mit cselekszik az életedbe? Most mit cselekszik az életedben? Sokan keresztények ilyenek vagyunk. Régi élmények, régi bizonyságok. Aztán a másik dolog, még a vízzel kapcsolatban. Ugye biztos tudjátok, hogy mitől van az, hogy egy tóban édesvíz van, vagy esetleg sósá válik, például van Izraelben a sós-tenger, ami tulajdonképpen egy tó, de tengernek hívják. És tudjátok, én azt hallottam, nem vagyok ennek a szakértője, hogy azért sós a Sós-tenger vize, mert csak befelé folyik bele a víz, és kifelé nem. Tehát csak táplálja egy folyó, de kifelé már nem folyik belőle a víz. Tehát nincs benne élet. És sokan keresztények ilyenek vagyunk. Van beömlés, ez már egyébként egy, egy fokkal jobb, mint az, amikor valaki be még azt sincs. Van beömlés, elmegyünk a gyülekezetbe, hallgatjuk az igét, mindig jól Felüdülünk, ugye folyik be a friss víz a folyóból a tengerbe, ott még az élő, élet is még valamennyire azon a részen megmarad, de mégis ez egy élettelen tó, mert nincs kifolyás. Mi továbbadjuk-e azt a dolgot, azokat az értékeket, ajándékokat, amiket Isten ad nekünk? Nem beszélve arról, hogy az egy csecsemő állapot, amikor valaki másoktól vesz táplálékot. Ugye ezt tudjuk, hogy hogy szokott lenni. Akkor megszületik a kisbaba, akkor először az anyukája táplálja, és utána szép lassan átszoktatják arra, hogy önállóan életbe tudjon maradni, önállóan táplálja magát, stb. stb. Jézus Krisztus arról beszél, hogy ő akar nekünk adni egy saját forrást. Arról beszél, hogy aki benne hisz, abból élő vízforrás fakad. Eszembe jut a Samári asszony története, és azért jut eszembe, mert mondhatnád most azt, hogy hát oké, az Ervin, vagy a Szilárd, vagy a, a többiek, a nagyok, ugye azoknak az úrad élő vizet merők, jók, vagy aranyosak, vagy olyan, olyan kedvesek, vagy vagy mert tanul teológiát, vagy, vagy ilyesmi. És azért jut eszembe a Samári asszony története, nem tudom ismeritek-e, nem akarom nagyon elmesélni. Volt egy asszony, csak dióhéjban, egy olyan asszony, akinek öt férje volt, de az ötödik se a férje volt hanem csak együtt élt vele, ami az időben azért elég súlyos állapot volt. Ma már annyira nem lenne az. És Jézus mondta neki, rövid a történet, hogy én adok neked ilyen élővizet. Jézus ma neked is azt mondja, hogy én adok neked élővizet. vizet. Lehez te egy. Ötférjes asszony, leheste egy öt éve gyülekezetbe járó, bármilyen ember vagy, Jézus adni akar neked élő vizet. Szeretnétek ezt? Nem olyan vizet, amit már egyszer kaptál, hanem most egy másikat. Mindig frisset. Ne arra gondolj, hogy igen, engem már megszólított az Úr 87-ben, és akkor én már kaptam élővizet. Isten ma akar neked élővizet adni. Van, a, van egy nagyon szép példa az Ezékiel 47. részében, az első verstől a 12. versig. Egy nagyon szép példa arra, hogy milyen az a víz, amit Isten ad. És ez a próféta az egész könyvön át, úgymond, beletekint Isten munkájába. Egyébként a jelenések könyvében is, akik esetleg olvasgatják a Bibliát, ott is van szó az élet folyójáról. Egy nagyon hasonló folyóról van itt szó az Ezékiel könyve 47. részében, az elsőtől a 12. verséig. És engedjétek meg, hogy ezt most felolvassam, Azért, mert nagyon sok fontos momentum van ebbe a kis képben, amit ez a proféta látott, ahogy ő beletekintett Isten munkájába. Tehát az Ezékiel könyve, 47. rész, első verstől a 12. versig. Meg meg megállok majd egy-egy pillanatra, és hozzáfűzök egy-egy mondatot, és végigmegyek ezen a kis képen visszavezetett a templom bejáratához, és lám víz a templom küszöbe alatt. A keleti oldalon, mert a templom kelet felé nézett, a víz a templom jobb oldalán folyt le az oltártól dél felé. Kivitt ezután az északi kapun, és körülvezetett kívül egészen a külső kapuig, amely kelet felé néz, és lám víz tört elő a jobb oldalon. Itt azért állnék meg egy pillanatra, ez még csak a legeleje a történetnek, hogy ö, honnan folyt ez a víz, amit ez a próféta látott a templom kapujánál. És ö, ha ma nem lennél itt, akkor nem hallhatnád Isten igéjét. És ö, ez egy nagyon nagy dolog, hogy ma meghoztad azt az áldozatot, hogy eljöttél a gyülekezetbe. Ez a forrás a templomból fakad ki. És ö, azért van a gyülekezet, hogy itt az Isten igéje szól. És az Isten igéje elhull a szívedbe, és gyümölcsöt terem. Ez a forrás itt fakad, és itt kapod az Isten igéjét. És biztatlak titeket, hogy járjunk az Isten tiszteletekre, és hallgassuk Isten igéjét. A férfi, megyek tovább, akinek a kezében mérőzsinór volt, kelet felé ment, és ezer könyököt mért, majd átvezetett a vízfolyáson, és a víz bokáig ért újra ezret mért, és átvezetett a vízfolyáson a víz térdigért. Megint ezret mért, és átvezetett rajta, és a víz a veséigért. Ismét ezret mért, és már, a folyó, és már folyó volt, ami nem tudtam átmenni, mert a víz árat mély folyóvá dagadt, amelyen nem tudtam átmenni. Gyerekkoromban mindig megindította a fantáziámat, hogy mikor láttam a Dunát Budapesten, hogy milyen nagy folyó, hogy annak valahol van egy forrása. És hogy egy ilyen nagy folyó valahol csak úgy kibugyog a föld felszínére, és egy kis patak elindul. És ez egy nagyon szép képe annak, hogy milyen az Isten munkája. Ugye ismerjük a talentumok példát, hogy ó, nekem csak egy talentum adatot, és én azt elástam, mert hogy az úgyis kevés, és a többieknek úgyis több van, és Isten úgyis ott is, vet, ott is arat, ahol nem vetett. Sokan lebecsüljük azt a kis forrást, amit Isten belénk helyezett. Pedig az a kis forrás, amit Isten belét helyez, az nagy folyamát tud duzzadni. És ne becsüld le Isten munkáját benned. Ne becsüld le az, hogy te épp a keverőpultnál ülsz, mert ugye, amikor nem működik, akkor egyből hú, de fontos. De ennél messze túlmutató az, ahogy Isten dolgozik. Ahogy egy kis forrást, amit bennünk elhelyez, nagy folyammá tud növelni. Hallott, eszembe jut az a történet, lehet, hogy hallottátok, hogy egy evangélista elment egy városba, és sátoros evangélizáció, fölállította a sátrat, ugye ez rengeteg munka, szervezés, és hát ö, ugye ennél is, mint bármilyen vállalkozásnál, ugye valamilyen szinten mérik a hasznosságot az Isten munkájába is. Ugye mennyi időt szánt rá, stb. 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 És hát elég csalódott volt ez az evangélista, mert egy hét alatt az utolsó este betévedt, lehet, hogy esett az eső, vagy ilyesmi, ugye ezt nem ismerem pontosan a történetet, de betévedt egy kisfiú, és ő ért meg. Ismeritek? Nem. Ez a kisfiú Billy Graham volt. Mondjuk. Ugye? Isten munkája. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy kis feladat van rád bízva, de lehet, hogy az a munka, az a kis forrás, az egy nagy folyammá válik. És lehet, hogy te egy óvodában dolgozol, és egy kisfiúval elbeszélgetsz. És mondhatnák ezer és ezer példát, hogy milyen módon tud egy kis forrás folyammá nőni. Nem tudhatjuk, hogy a ma kis döntésének hosszú távon milyen következménye lesz. A ma keresztútjának amikor eldöntött, hogy nem a széles úton, mintha nem a keskeny úton, hosszú távon milyen következménye lesz. Nem tudjuk. Illetve tudjuk, biztos, hogy jó. Én ö, személy szerint ö, olyan 18 éves lehettem, amikor ö, egy táborban voltam, és ö, váratlanul megkértek, végül ilyen csoportvezető szerű voltam, hogy reggel készüljek az áhítatra. Na most én olyan átlagos keresztény voltam, tehát nagyon ritkán olvastam Bibliát, stb. stb. Valahonnan szereztem egy Bibliát, és hát fölnyitottam a Bibliát, hogy valamiről tudjak beszélni, vagy... Az Akeus Proféta könyvénél nyitottam ki egyébként, a második résznél, és ott azt írta az ige, hogy szól az Úr Aggeus profétához a 7. hónap 24. napján, hogy építse az ő házát, és ha ő építi az Úr házát, akkor az Úr majd építi az Aggeusnak a házát. Egyébként ez az Aggeus egy ókori proféta volt, és Romokban volt, ugye, annak idején, amikor ő épült a Jeruzsálemi templom, erről van itt szó, hogy a templomot építsék föl. Már ez is nagyon tetszett nekem, hogy hogy ez egy üzenet. Ugye én, aki, annak idej, abba a koromba, ugye láttam, hogy ez se jó a gyülekezetbe, az se jó az egyházba, mindig, ugye mint átlagos gyülekezetbe felnövő gyerek, otthon hallottam, hogy mi a nem jó, és hogy mit kéne máshogy csinálni. Ültem a nézőtéren, ugye, ahogy múltkor beszélgettük, és tudtam, hogy hogy, hogy kellett volna azt a gólt rúgni, stb. stb. És azt írja ez az ige egyébként, hogy jobb lesz ez a második ház, mint az első. Tehát ebből a romból, ami fölépül, jobb lesz, mint az első, de nem is akarok ennyire belemenni ebbe. Csak annyit akarok ebből kiemelni. Egyébként visszamentem az Ige elejére, és azt mondja, vagy nézem, újra elkezdem olvasni, hogy a 7. hónap 24. napján szól az Úr. És pont azon a napon nyitottam fel a Bibliámat. Ugye nálkom már rohantam le a táborba, és mindenkinek mondtam, hogy megszólított Isten, és csoda történt, és stb. stb. rohangáltam körbe-körbe. És ez ma is egy fontos momentum az életemnek. Nem azért, hogy most visszamenjek a ugye, hogy régen mi volt, de mégis onnan fakadt egy forrás, ami én úgy gondolom, hogy most is uh, csörgedezik. És uh, ami a lényege volt ennek. Azt mondta ennek a profitának az Úr, hogy építsd az én házamat, és én építem a tiédet. És uh, én azon a napon, elkezdtem Isten szolgájaként gondolni magamra, hogy Istennek én építem a házát. Hétfőn, kedden, szerdán, amerre megyek, én Isten, Isten személyesen engem elhívott, hogy építsem az ő házát. És ez meghatározta az eddig életemet, és elmondhatom egyébként azt is, és így kanyarodok vissza újra a főszálhoz, hogy Isten megáldotta az életemet, és építette a házamat. Nem mondhatom azt, hogy, hogy megbántam volna ezt a döntést. Kicsi kezdet, kicsi döntések, nagy következmények. Olvasom tovább az igét. Ugye az előbb olvastuk, hogy egyre mélyült ez a folyó. Kis forrás, és ahogy ment előre, egyre mélyebb volt, és a végén már nem tudott benne gyalogolni. Akkor ezt mondta nekem, láttad ezt ember, fia? És elvezetett, majd elvitt a folyó partjához, amikor visszatértem, lám, a folyó partján igen sokva volt mindkét oldalon. Isten munkája gyümölcstermő. Isten munkája hasznos. Te hasznos vagy-e? Te termesz-e gyümölcsöt? Teremsz-e gyümölcsöt? Mert Isten munkája mindig hasznos, mindig gyümölcs termő. Mi, hogy kerül ebbe a képbe, hogy fák nőttek a két oldalán? És ha elmentek a jelenések könyvébe, ott is van ugyanerről a, valószínűleg ugyanerről a folyóról szó, ott is fák vannak a folyó két oldalán. Így szólt hozzám ez a víz a keleti vidék felé indul, és lefolyik a Rábiáig, és eljut a tengerig, amikor beleömlik, annak vize egészséges lesz. Amerre elér a folyó, minden élőlény, amely mozog, élni fog. Halak lesznek nagy bőségben, mert ahová ez a víz behatol, egészségesé lesz, és élni fog minden. Ahová a folyó elér, partján halászok állnak, hálókat vetnek ki, olyan töm tömérdek és sokféle hala lesz, mint a nagy tengernek. Itt csak annyit emelnék ki, ugye a tenger az mindig a népeket jelképezi, és arról szól ez a kép, hogy az Isten munkája hatással van a körülöttünk levő társadalomra. Mi, mint gyülekezet, nem csak annyian hasznunk, hogy eljövünk ide, és együtt jól érezzük magunkat, mint egy kis zárt klub, ugye jókat eszünk, jókat beszélgetünk, és ennyi, hanem az Isten munkája az belefolyik a tengerbe. Kifolyik a társadalomba, kifolyik, kifolyik a körülöttünk élő világba. Hatással kell lennünk a társadalomra. Nagyon érdekes még az, hogy halak vannak ebbe a vízbe. Nem, most már lehet, hogy ezeken átlépek, mert az idő telik. Az is egy nagyon érdekes, tanulságos. Kicsit felgyorsítom a tempót. Ugye beszéltünk az állott vízről, hogy milyen az állatvíz, víz, hogy megbüdösödik, és a víznek nem jó, ha áll, hanem az a jó, ha folyik. De milyen a folyóvíz? Arról még nem beszéltünk, és ugye én főleg a folyóvízről szeretnék ma beszélni. Ittatok már forrásvizet? Hogy milyen friss, felüdítő, hideg víz jön ott ki, ami oltja az ember szomját. Amikor Isten elkezd benned munkálkodni, te is ilyen leszel az emberek felé. Felfrissülnek tőled, felüdülnek tőled, és természetesen te is felüdülsz, amikor Isten munkája benned dolgozik. A forrást ö, elég nehéz lezárni. A forrás az elkezd bugyogni, és folyik. És nem fogy el. Isten munkája nem fogy el ő, ha tegnap szólt hozzád, ma is tud hozzád szólni. Ha tegnap adott neked valamit, ma is tud adni. Ő neki nincs vége, ő, ő, neki nincs határa. Isten munkája nem ér véget. Isten mindenható. Elkezd benned dolgozni, és jönni fog új és úgy. És ne a tegnapra néz vissza, meg a régi szép időkre, hanem keresd azt, amit Isten ma ad neked, amit holnap ad. Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 12. 30, 12. rész 31. versében azt mondja, hogy igyekezzetek pedig hasznosabb ajándékokra. Máshol azt mondja, hogy gerjesszétek fel az Isten bennetek levő ajándékát. És ö, sokan ö, várunk valamit. Hogy majd Isten egyszer engem is majd elhív, egyszer majd engem is megszólít egyszer majd én is egy vízforrás lehetek. Isten országában a ma van. A jelen. Azt mondja a Biblia máshol, hogy ma, ha az ő szavát halljátok. Isten nem majd egyszer akar téged megérinteni, nem majd egyszer akarja, hogy te forrás, az ő felüdítő forrását, hanem most, ma. Isten meg tud téged szólítani, be tud tölteni az ő szent lelkével, és azt akarja, hogy te egy forrásá válj ma, itt és most. Akarod? Azt mondja Pálapostól, hogy akarjátok, hogy gerjesszétek föl. Nem muszáj ezt itt, majd fogunk a végén imádkozni ezért, de otthon is kérned kell ezt. Épp a legrosszabb pillanatodba kell ezt kérni. Épp a legnehezebb pillanatban is Isten ott tud lenni, és forrást tud fakasztani az életedben. És nyilván nem kell nekünk megmaradni ott, hogy mindig hogy, ó, egy kis víz bugyogjon egy picike, hanem mi patak, vagy folyó, vagy folyam. Isten olyan munkát tud rajtad keresztül elvégezni, hogy az ő munkája tud növekedni az életedbe. Nem kell, hogy megmaradjunk a kezdeti állapotnál, hanem engedjük, hogy Isten munkája mossa, mossa az életünket, és szélesedjen a meder, és növekedjen Isten munkája az életünkben, a gyülekezet életében. Szerintem én most ezzel befejezem. és összefoglalom, amiről beszéltem. Isten, ugye beszéltünk néhány héttel ezelőtt, hogy harcosok legyünk. Isten azt akarja, hogy forrásokká váljunk, hogy legyen forrás az életünkben, hogy ne repedezett falú edényekből, ne poshat kulacsból ígyunk, hanem friss forrásból. Isten azt akarja, hogy egy élő forrásá váljon az életünk. Azt akarja, hogy forrásá váljunk, hogy napi kapcsolatunk legyen vele, élő kapcsolatunk, hogy az ő munkája ki tudjon teljesedni az életünkben. És ha szeretnétek ezt, akkor ez a mai napon megvalósulhat. Az is lehet, hogy te még ezt nem tapasztaltad meg akkor itt az ideje. Az is lehet, hogy már megtapasztaltad, de esetleg elfelejtetted, vagy nem tartotta ezt fontosnak. Az is lehet, hogy átéled lesz naponta. És én ezt kívánom is nektek, hogy éljük át ezt naponta, legyen friss víz az életünkben, és ha szeretnétek ezt együtt egy imával, fejezzük ezt ki Isten felé, és kérjük tőle ezt az élő vizet. Kérlek titeket, hogy álljunk föl. És ha egyet értesz velem, akkor a végén mondjunk egy nagy ámen majd az ima végén, meg most is mondd el Istennek, ami a szívedben van ezzel kapcsolatban. Menjél, atyám! Én köszönöm neked azt, hogy Jézus Krisztus által nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert jók vagyunk, hanem csak úgy vagyunk ma itt, mint a Samáriai asszony. Egyszerű emberként. Köszönjük neked azt, hogy te felajánlottad nekünk ezt az élővizet, ami tőled jön, ami soha el nem fogy, és élő víz forrásként ott lehet a mi életünkben. Menj el, atyám, én kérlek tégedet az én testvéreimért, akikkel ma itt vagyunk, hogy hagyj lehessünk Mindannyian élő vízforrások, hogy ez a gyülekezet egy folyamát tudjon válni, amely belefolyik a tengerbe, ott van a társadalomban, és élővé teszi a társadalmat. Élővé tesszük ezt a várost, élővé tesszük ennek a városnak a környezetét. Menjen, atyám, jöjjön el a Te országod, a mi életünkben, a személyes életünkben, ebben a városban és úgy a föld végső határáig a Jézus nevében amen